Stop LMBTQ, így demonstráltak szombat délelőtt a Mi Hazánk mozgalom tagjai a Pécsi Király utcában. A Szabad kikötővel szemben tiltakoztak, ahol a második szivárványos napot tartották. A gyermekek érzékenyítése ellen tiltakozunk, hogy az LMBTQ lobby nehogy befolyásolja a gyermekeink nemi identitását, mivel tudjuk, hogy csak kétféle nemi identitás van, vagyis férfi van és nő, semmilyen más nemi identitás nincs. A molinós tiltakozást 11 és 15 óra között a szivárványos nap eseményeinek teljes hosszáig tartották a Mi Hazánk mozgalom tagjai a helyszínen. A pécsi elnök azt mondta, néhány reakció jött a túloldalról válaszként. A túloldalról bemutogatások, beszólogatások, hogy feljelentenek minket, ilyen provokációk érkeztek. Varga Tamás elmondta, ezekre nem reagáltak, nyugodtan, higgadtan kezelték az esetet. A szivárványos nap szervezője azt mondta, tudták, hogy tiltakozni fognak a rendezvényük ellen. Az ellentüntetés tavaly is volt, igazából akkor is így békésen zajlott, nem zavartuk egymást, ugye mi bent vagyunk, a tüntetés kint van, számoltunk ezzel, úgyhogy készültünk rá igazából így. Rimai Dávid azt mondta, a programjuk tájékoztató jellegű információkat adnak át az érteklődőknek. A célunk az, hogy egy ilyen befogadó teret teremtsünk azoknak a embereknek, akit érdekel, hogy egyetem az Amnesty mivel foglalkozik, vagy a szivárványos napnak az üzenetét, aki így szívesen veszi, illetve ugye a Pécs Pride-nak a szervezői is itt lesznek, úgyhogy őtőlük is lehet majd tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy össze milyen programok lesznek, meg természetesen az Amnesty-nek a kísérő programjait is reklámozzuk majd itt. A Budapest Pride nyár elején van, a Pécs Pride ősszel, ezért az aktivisták részéről volt egy olyan igény, hogy a két esemény között is legyen egy összekötő, szivárványos rendezvény, mondta szervező. Ezért tartják meg ezt a napot idén is a Pécs Pride előtt.